Sziasztok srácok, szép estét mindenkinek, ismét itt van a Late Night Gamers-en, itt a Nesi vagyok. És ahogy ígértem, folytatjuk még ma a DS3-as kalandjainkat. Ugye befejeztük most itt délután este a Cathedral of the Deep-et. Úgyhogy pörgünk is tovább és megyünk a Farronkeep-be. Ebbe a csodás, mocsaras, borzasztó területre. Van. Ahogy néztem, a kép az most már így jó lesz, majd még YouTube-ra nem raktam föl. Egyelőre Twitch-en jó lesz már a kép, úgyhogy remélem, hogy innentől élvezhetőek lesznek ezek a részek. Na, hát mi is ez a Farronkeep? Ugye itt a helynek a lényegében Blightanyán vagyunk. Egy ilyen mocsára beivódott erőd. Ami meg annyi csúnyaságot rejt magával. És bár Blighthoz hasonlítják sokan, ugye nagyon-nagyon sok elemében fog hasonlítani egy DS1-es területre. Méghozzá a DLC-ben megismert Ulasil városához lesz majd nagyon-nagyon sok köze ennek a helynek. Illetve alapjáraton is az egy DLC-jéhez sok köze van az itteni bossnak is. Ugye majd az Abyss Watchereknek. De menjünk aztán, akkor próbálj meg így összeszedni a lehető legtöbb itemet. Jó, ez ott nem nézett ki jól. Remélem, hogy csak ezek a szarok ilyenek. És be fogunk mérgeződni. Abba szinte biztos vagyok, így van. Úgyhogy igazából akkor addig fussunk szerintem itt gyorsan, amíg még tart. Itt volt az Estus Shard, az egyik nagyjából az egyetlen számomra fontos item, ami itt van. Meg egy-kettő Titanite. Csak vannak itt ilyen kecskeszerű lények. Kettőt felesleges volt megülni. Picit még a harcba vissza kell lendülni. Ezek is így hasonlítanak egy picit az Ulasili lakosságra. Na, és akkor van három darab ilyen nagy kéményünk, csak ezt nem látszódik, de mindjárt... eloltjuk itt szépen a tüzet. Csak három ilyen nagy... ilyen kohót vagy kéményt kell lényegében kioltanunk. Igen, majd itt a animáció mutatja szépen. Lesz majd egy jó nagy kapu. Itt kell, igazából itt kell majd meggyújtatni ezáltal ezt a három kis fákját. És akkor fog majd kinyílni ugye itt a kapu. Ami beenged majd itt a további területekre. És ha jól tudom, ezek a 3DS1-es nagy lelket mutatják. Ezt ha jól látom, itt ez a fa. Ez a Bed of Chaos-os. Ó, és akkor ezt a három ilyen... kohót kell lényegében megkeresni. Bocsánat, csak próbálok nagyon figyelni. Jaj! Téged kihív. Nézem itt a streamnek is a képét, hogy az jó-e. Nem tudom, hogy a capture card-del van baj. De itt ezt a ködöt ilyen picit ilyen pirososan tölti be.
nekem, ahogy nézem, csak a streamben nem, úgyhogy nem, csak itt nekem a... Az meg el fog vinni a méreg, és épp hogy nem. Ó, te szemét, hát most híleltem magam föl. Mit csinálsz? Mit? Milyen busztustalan mozdulatokat csinálsz te velem? Fuck. Hát ez tiszta hülye. Hagyjál már vétni. Ezt a csőbunkót. Jó, még egy sárt. Azt, ha jól tudom, pont leszedi ezt a mérget. Itt valami? Semmi. Nem mindegy. Ott a bonfire-ünk. Baszd meg! Nem volt nálunk sok lélek, csak találja meg ezt a helyet most megint. Szerintem valahol arra volt. Ojjaj, van itt ilyen nagyobb is belőlük. Ezt jó lenne azért kikerülni. Inkább itt fetrengek, akkor még a mocsár van egy picit, de... Ott van még egy olyan nagy. Kár volt most levenni. Ó, itt van a Great Sword a játékban. Ezeket répezzek. Valamit. Szerintem arra van az előző utunk. Az... Majdnem elkapott megint a szemétládája. Nem tudom, hogy az az item nem éri meg, de... Ó, csak tudnám, hogy hol haltunk meg. Ezt a bonfire tök jó lenne megtalálni. Szerintem... Aha, erre volt. Jó. Itt ugye akkor volt egy ilyen figura. Szemlélet.
Jó, és akkor még egy maradt. Ezt megvárom, hogy előjön valamit. Igazából most úgy is mérgeződöttek vagyunk. Mérgesek, mondhatjuk úgy is. Azt mondja, nincs is staminám. Arra nagyon kell pakolni ebbe a játékba, mert borzasztó, hogy elfogy a stamina. Ezt begyújtjuk. Igazából le is ülünk. Itt van a nagy kapu, majd ugye ennél a bonfire-nél ezt azért is jó, hogy felvettük. Itt kell majd tovább menni, hogyha befejeztük ezt a csodálatos termet. Undead van shard, az jó. Az nagyon jó. Okay. Na, arra van még egy csomó minden, illetve itt van majd egy létra. Oda majd a boss előtt megyünk majd föl. Van majd egy-két érdekes dolog, illetve egy boss. Bosszokat meg ugye megöljük, amiket csak megtudunk, úgyhogy legalábbis mindéknek adunk esélyt, hogy megöljük. DS2-ben volt sajnos ez a kettő fajankó, akit nem tudtunk, de hát... nem tudom, ide megéri-e bejönnem. Hát én sem legyenom, hogy nem, de hát most már eljöttünk, úgyhogy vegyük föl. Nameless Knight Armor. Nice. Ez, ha jól tudom, nagy meg borzasztó nagyot üt. Na, nem kicsit, meg garázsol. Meg is jön, nincs elvő. Szerencsére innen nem messze ültünk le. De hogy ennek, ha jól tudom, nincsen túl sok HP-ja. És nem kell itt egy óra egy gyepelni, mint általában ezeket a nagy enemiket. De nem adott erre lehetőséget, hogy kipróbáljuk, mert megölt. Maradjatok ott bent. A maga tüzet annyira nem szereti, jó. Ezek a varázslatok nagyon öltítettek. Ezt lehet, hogy ki kell kerülni. Hétezer szól, hello. Jó, hát akkor kerüljük ki a fiút. Csak meg kéne ölni. A becsületből is. Geci! Rátrekkel, és onnantól fogva meg vagyok azt, mert hadod Jules, ha nem. Onnantól fogva. Elkap valamelyik varázslata. Szerintem az, akiről beszéltem, mint minibossz. Gyere, te szar!
a hülye csigára. Jó, nem szóltam, ez kurva erős ez a szellemi. De nem ezzel akarom itt eltölteni az egész estémet, hogy ezzel szarakodok. Menjünk inkább most erre. Ó, de jó, ott is mi van? A másik. Én ezzel nem akarok. Ó, itt van egy fehér fa. Menjél, 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 menjél. Gyere ide, hülye rá. Majd mindjárt kapsz a pofádba. Na gyere, baszakodjál csak velem. Na mi van? Ó, itt volt Dusknak a nyaklánca, ugye ő vitt be minket a DS1-ben, lényegében Ula Szilva. Az az. De be is húzok ebbe a fába, ugye, mint rákat a pofája amúgy. Kapja szépen a dimics. Hát valahol biztos látta. Keressük meg a másik kettő tüzet. Bejárom a mocsárnak itt a széleit is. Itt volt egy ember, azért jó, hogy bejöttem. Borzasztó ez a hely. Szegényt, ezt nagyon sokba szúrtuk. És nagyon megmentett engem. Jó. Itt vannak ilyen halott gombák, ez is ugye Ula Szilvában voltak ilyenek. Szégyeknek a scrollja. Aj, uff, baszok, itt ketten is vannak ilyen hülyék. Arra nem akarok menni. Hárman, na jó. Egyel se bánok el, nem hárommal. Az, hogy hol járhatok, halványlilag gőzöm sincs. Haladunk. Kapjuk a poisont folyamatosan. Nem tudom, mit ittam most meg. Mit ittunk meg? Ott van az a paraszt. Ilyen tüzeket kéne amúgy keresgélnem, de azokat meg nem találok. De jó, megvan, hogy hol vagyok. Látom, merre kellene menni.
biztos, hogy elmentünk már legalább az egyik mellett a másik kettőből. Menjünk arra a szárazföld fele. Ott lootoltunk éppen az előbb, de inkább legyünk szárazföldön, mert az itt borzasztó így haladni. Voltunk már, csak egy kicsit följövök, hát ha jobban látok, mert olyan sűrű ez az erdő, hogy nincsen nagyon ötletem, merre kéne menni. De vagy az esztuszom is lassan elfogy. Jajjaj. 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 Létsz, ne. Jaj. Haha, visszajöttünk a bonfire-ig, fasza. Igazából nagyjából le is ülhetnénk. Ez egy paraszt. Mit teleportálod át itt a mágiádat te? Előre, mert így a két szélét, ezt most így megnéztem. És mit mondottam, el vagyunk tévedve. Amerre van még item, az azt jelenti, hogy arra még nem jártunk, úgyhogy ez valami új hely. Nek tűnik. Sage Hall. Azt jó, hogy megszereztük. Nem kell nekünk, csak Andrénak oda tudjuk adni. Hol vannak ezek a hülye gyújtható... Fölnézünk ide. Bazd meg! Elkapott a hülye kecske. Lassan már az itemekből összeszedünk mindent.
Szarok a poisonra, úgyis bekapjuk. Tiszta hülyék ezek a kecskék. Au! Bassz meg! Ott van szemben egy. Tehát itt telibe a másik végében. Rámegyünk arra. Egy a lelkeket meg... Tudjátok jó, hogy... Én nem ilyen jól tudok haladni ezekbe a játékokba. Szintet nagyjából csak a boss lelkekből fogunk lépni, úgyhogy... Ez sokkal nagyobb ez a terület, mint én így gondoltam. Fölfutunk arra a dombra. Fölfutunk. Nem arra nem futunk. Éhen te kecske. Hogy érsz el onnan? Igen, emellett elfutottam egy párszor valóban. Kialudt a második tűz. Jó, ezt mondjuk úgy, hogy befejeztük. Amint rendesen végignéztük. És akkor kéne egy harmadik. Szerintem valahol arra fele lesz. Honnan lehetne rálátni. Inkább most kerülök egy picit. Mi van az előző szikla? Ó, meghaltam. Vagy ez másik hely? Na. Miért nem ütöttem rá a valami isteneset? Az már kialudt. Na, akkor itt a lelkemet mondjuk összeszedem. Nice. Na, az megvan. Ott a harmadik, jó. Akkor abba az irányba. Gondolom én, hogy ott lesz fönt, és... Ajaj, ne, létszi, ne. Ennyi, te hülye. Nem bánthat, házban vagyok. Kikapcsoltam a három tüzet legalább, hogyha meghalok, akkor... Jó. Engedd már el.
puti tovább. Gyorsan megerőszakoljuk, mielőtt a nevét ki tudnám mondani. Nem fér át. Nagyon jó. Nagyon jó. Na szuper, akkor még amúgy ezen a területen egyáltalán nem is jártam, hogy nézem. Még csuda sok item van, amit arra vár, hogy fölkapjunk. Hű, itt valami hullának van a keze. Egy kis szól. Jaj, ne. Ott vannak a hülye békák. Azok, na, már azok nagyon meg fognak engem kenni, ha már ugrik is. Jó. Ezek meg voltak szépen. Több éve Skyrim tudás bevetve, én most itt föl fogok jutni valahogy. Hollow gem. Amúgy ezen a gemen gondolkodtam, hogy lehet, hogy ezt valamelyik fegyverre lehet, hogy rá kellene kenni. Úgyis a hollow endinget szeretnénk majd a játék legvégén. Jaj. Jó, akkor ott van még egy item. Utána még egy helyre elmegyünk, aztán jöhetnek a zabisz vacsorek. Új. Az a döglött, jaj. Vagy csúnyák ezek a békák. Jó. Dipper powder, 4 darab, az nagyon jó, az jó loot. Na zsír. Itt még mi van? Golden scroll. Meg van egy láda, ami... Jó, nem műnik. Valami ruha. Oké, na. Meg vagyunk itt ezzel a komplett területtel. Szerintem amúgy föl is szedtünk úgy majdnem mindent. Úgyhogy... menjünk vissza a bonfire-höz. Úgy, ja, az elsőnél ültünk le. Akkor át kell először travelelni a másikhoz. Ide a Keep Ruins-ba, mert itt lesz a létre, ami fölvisz minket. Szerintem összeszedtünk mindent. Amiért én jöttem, az az Estus Shard volt, úgyhogy azt felszedtük, szerintem a legelső itemként, úgyhogy onnantól fogva. Többi csak így megnézegettem, meg meghaltam egy párszor. Ezt meg azért csak mert megszoktam. De menjünk meg föl szépen itt ezen a létrán. Kapunk egy kis abisz vacserekhez köthető lore információkat, meg egy miniboszt. Jó nagy létrán fölmászunk. Hál' Isten, a poison azt nem kaptuk be. Oh, hello. És ha jól tudom, itt van valahol egy titkos fal. Aha, ez annyira nem volt titkos. Oké. Okay. És hogyha ide leugrunk, így van, itt van egy bonfire is, illetve itt van egy szép nagy farkas. De most ugye a DS1-ben
Artorias a DLC-ben az Abyss Walker volt az, aki megérte az Abyss-t, ugye? És neki volt Sid a farkasa. A leghűségesebb társa, ugye? Akik megjárták az Abyss-t és képesek voltak onnan vissza is térni. Más kérdés ugye, hogy Artorias-szal mi történt. Na de, vannak itt az Abyss facserek, ugye ennek a területnek a bosszai. Az első lordunk amúgy, akinek majd a fejét fogjuk hazavinni. Ők lényegében egy olyan... hát egy ilyen hadsereg voltak lényegében. Meg csak én meg közben keresem a... az utat így föl a hídra, de nem találom. Akik Artoriasnak lényegében a... Jaj, nem tudok már beszélni. Az ilyen emlékére hozták létre lényegében. És ez egy olyan különleges testület, vagy ilyen elit része volt a hadseregnek, ami ennek a farkasnak a vérét így magába nyomta. És ezáltal így egyesíteni is tudták a lelkeiket, így egy testben, tehát egy ilyen hive mindként tudtak funkcionálni. Illetve így elérték így ezt a Lord of Cinder állapotot. Ó! Mert én a kapunak arra az oldalára akartam jönni, de nem baj, akkor hogyha ma itt vagyunk, akkor van itt egy bosszunk. Ezt gyorsan öljük meg. Ez nekem tökre tetszett, amikor így láttam, hogy itt van egy DS1-ből egy démon. De hogy ebben már nem ég a káosznak a tüze. Mert hogy a káosz tüzét, ez már nagyjából majd, hogy nem megszűnt. Hoppa! Ivás, közben akartam, te paraszt! Idejét bocsász! Az igen! Az igen, apám! Na jó, közt még egyszer? Tehát, hogy itt az Abyss vacserek, ugye ezek az Abyss őrzői, ezek a felelősek azért, hogy az Abyss ne tudjon elburjánzódni. És ez egy ilyen nagyon-nagyon sok, vagy nagy létszámú hadsereg volt, akik egy ilyen hive mindként így összefúzionálgatták így a lelkeiket, ilyen egy nagy lélekként mentek lényegében. Vagy hát egy ilyen közös tudattal ment egy ilyen egész hadsereg. És az ő feladatuk az volt, hogy ahol az Abyss felütötte a fejét, ott oda mentek és kiirtottak lényegében mindent, hogy az Abyss az ne tudjon elburjánzódni. Ezt a démont, ezt meg kéne azért itt most nyesnem. Menj már a picsába! És ez így insta killel is. Aha. Fasza. Ez így egy hosszú boss fight lesz, hogy nem tudok lényegébe hozzá jutni. Úgyhogy nekem az Abyss facseres is lore, ez ilyen nagyon-nagyon tetszett, mert nekem Artoriasnak is tetszett a karaktere. Jó tudom, hogy eléggé nagy ilyen közkedvelt karakterje volt az egynek. De hogy... megvan az indok, hogy miért, és ezek az Abyss facserek. Nekik az armorjuk is tetszik, annak ellenére, hogy nagyon Bloodborne-os, és nekem a Bloodborne úgy annyira nem jött be. Mert lehet, hogy adok neki még egy esélyt valamikor, de nekem így a Bloodborne játék kilag sem jött annyira be. Képi világilag sem, de mindegy, lehet, hogy én nem értettem meg a lényegét, meg a szépségét. Ne, csak megvolt. Stray Demon lelkét megkaptuk. Csak két halálomba került.
Ezt vegyük föl. Ó, volt itt azért ember rendesen. Köszi, köszi. Na, nekem valahogy oda át kellene jutnom, de nem tudok átjutni. Ezt a kaput nem tudom kinyitni innen. Itt van egy szegény pilgrim, aki kicsuktak, ők ugye indultak el itt Lothric-ba, csak nem jutottak el odáig. Na? Biztos, hogy nem erre kell gyárilag jönni. Jó megy ez a kép azért. Tiszta vasudvar. Aha, nagyon ezt a helyet kerestem. Két lárgyunk. Lehet, hogy majd ezt a lárgygömet ezt belefúzionáljuk még így az ucsiba. Mert a kardunk az még egy picivel odébb van. És addig meg lesznek combosabb bosszok. Álljál meg! Gyűlöm, akkor így berángat engem így minden szarnak a közepébe ez a hülye. Na gyere! Gyere! Ah, akkor jövök én. Azon jövök a vele. Jaj, de hülye. Azt hittem belehal. Csak még valaki itt szűrt, hogy... Na. Itt van a kizárt Pilgrim. Ott van a többi. Ugye ott az Undead Settlement, és onnan hoztuk el ugye a Pilgrim nénit, aki adta nekünk az 5 darab holó ajándékszintet. Ugye azt az ők soraikból szedtük ki. Ja, meg hát itt van ugye egy nagy döglött sárkány. Aki előtt volt egy harcos, és előtte fölvettük a Lightning Spear-t. Ugye még Gwynnek a fia alapította ennek az egész szektának lényegében így az alapjait. És ezzel a fiúval majd fogunk találkozni, nem most, de fogunk találkozni itt a DS3-ba. Nem tudom mennyit fogok én vele szenvedni, de egy nagyon-nagyon király megmenő boss, úgyhogy... Na, szerintem bejártuk ezt az egész részt itt. Akkor jöjjünk ide. Igen, ma így akartam eljönni, és akkor innen ezt a Raidemonhoz, de hát... Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én azt terveztem. Na jó van. Megöltük a démont, akkor menjünk. Mindig azt öljünk meg még egy boszt. Lehet, hogy még egy szintet is valahogy kéne lépnünk. Shrine-ba vissza. Upgrade-eljünk egyet szerintem az ucsim. Most megkaptuk azt a 2 darab large-ot. Úgy is fogunk majd találni majd a következő részben. Egy részekben jó sokat. Aha, how may I be? Illetve kaptunk ilyen
ezt a Dreamcatcher esést. Action one, what woeful ump this barren dust. Megkérdezi, hogy ezt hol Where didst thou találtuk. happen upon the stuff? Tell me for the sport. Igen, és akkor mondjuk el neki, ezzel lehet majd az ő questjét is vinni tovább, hogy ilyen speciális eseket kell keresni, és akkor ezeket kell neki odaadni. Wouldst thou not agree? Jó, és akkor most már, ha jól tudom, itt többfajta itemet lehet megvenni. Ja, ezt az Exile setet. Itt van a Big Hat Logannek ugye a sapkája, aki szintén DS1-ből volt, és a Crystal Sage-ek azok az ő tanításait vitték tovább. Na jó, akkor ez megvolt. Ashen One. Beszéljünk itt gyorsan egy kört mindenkivel, mert... Ah, well met. Tis good, wasn't it? Adjuk oda a szenet. Mert ez az Abyss Watcher, ez egy ilyen nagy mérföldkő a játék történetében. Sok ember, vagy sok questet visz tovább. First one of it. Hardly a surprise. Jó. Oké, azt átadtuk. 8-1 az jó. És akkor reinforce-oljunk egy ucsit. Plusz 4-re. Pretty, be careful. Jó. Veled már beszéltünk. Oh, hello, you're back. And in one piece. Nála is van 7 darab ember, azokat majd meg kéne venni. Hozott már ő is ugye a turkálásból vissza cuccokat. Repair powder is Goodbye. Van nála. Ból majd egy néhányat szeretnék magamnál tartani. Veled... Speak thy dishonorable lord. Jó. Till we meet again. Okay. Ó, vele már megbeszéltük, amit meg kellett. Veled akartam beszélni. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out Igen, the flesh, most elmondja, hogy ezt a három tüzes kapunyítást. Want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Gaining admission. Inside the... Well, hasn't it been some... I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? Again. I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort. If you yearn for a... Then kill the Dark Wraith, survivor of the land. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. Lift Chamber Key-t kaptunk, ezt majd megnézem, ez hova fog kellennem, ez valami Lothric-ba van valami. Didn't pillage, whatever would you do? Ezt majd megnézem, hogy ez... If you fancy it, then kill he has been, I can... Jó. Beszéljünk itt ezzel a hülyével is még. Aha, that returned. So... Jó. Igen, ez a Stray Demon-nak a... Ez a kőköpete. Deep Soul Crystal Hill. Jó. Now. Pak. És akkor azt nézzük még meg. Adjuk meg a Stray Demonnak a lelkét. Egy szintet gyúrjunk be. Ok. Akkor kettőt. Very well, then take... Jó, 35 dex, és akkor meg 2 endurance-et fogunk nyomni. Farewell, Ashen One. Aztán utána... Még... Szerintem... 40-45-ig csak a dex-et fogjuk tolni, mint a disznó. Jó, és hát akkor menjünk. Nézzük. Mi van a kapu mögött, amit kinyitottunk?
Valakit nagyon hortyog. Ezek a kecskeszerű emberek, akiket itt gyilkoláztunk, meg ő is itt. Ezek, ha jól tudom, ezek amúgy ilyen bukott abisz vagy, mármint nem bukott abisz vacserek, hanem olyan abisz vacserek, akiket már rossz hegy, vagy nem rossz hegyver volt, hanem csak nem tudtam bekészíteni a speckőzésem, de ezek most meg is répáznak. A kovára kapottam be. Hagyj már abba. Mocskos. Utolsó szar. Tehát ezek a ulaszélszerű szörnyek. Ezek is valaha... Hát ők az Abyss Watchernek a volt tagjai volt, na, tehát a tagjai voltak, akiket az Abyss már elért. És ugye átalakította ilyen szörnyetegekké. Az előző terület amúgy az más volt, ugye ott a Cathedral of the Deep-be voltunk, de az a Deep-nek, tehát a mélységnek a katedrális az egy az Abyss-tól teljesen független és... másik terület. Az a lelkeimben jól átfutottam, nem láttam őket. Mint hogyha nagyon sok lett volna itt, de azért... Menj már fönn a Poison. Ugye az Abyss, az az emberekben lévő Dark Soul-nak az egy ilyen elkorcsosult formája. A Deep az teljesen más, az egy külön mágiai ág, amire egy ilyen vallást ráépítettek lényegében. Az pedig azért lett ennyire ilyen elkorcsosult, mert az előző területeken, amik voltak ilyen ezekhez hasonló szörnyek, azok a Deep-nek a szörnyei. Na, és itt vannak a régi jó barátaink, akinek az armorját én annyira-annyira szerettem az első részben, a Dark Wraith-ek. Mert hát ugye, ahogy látszódik, ezt a területet elég mocskosul ellepte már az Abyss. Egy bonfire-ünk. Itt még itt az oldalsó részeket kitakarítjuk. A faszomba tud ez bármilyen szögből, formába eltalálni. Halljál éven. Titanite skill. Itt van egy shortcut, ami a... Ott van ugye a Black Knight. Ja, és te ide agresszív fent, te... Ugye ez... Itt két résszel ezelőtt jártunk. Egyszerűen ez a mocskos Black Knight, aki annyi-annyi szenvedést okozott nekünk. Ez egy viszonylag jó shortcut. Gru, Rothschild, meg Titanite Shard. Jó, itt pedig itt volt a... Mindegy, ezt már felszedtük, itt jó. Na jó. Akkor lecsütsen egyet még. Menjünk még egy szintet, dobjunk magunkra azért. Mégiscsak jobb lenne, nem? Én biztos jobban érezném magamat.
Ahhoz biztos, hogy egy pár lelket meg kellene ennünk. Kezdjünk egy ennyivel. Szerintem ez még kevéske lesz. Welcome, husband. Very well, then take. Nem. Nagyon jó. Farewell, Ashen One. Ó, és itt még... Ilyen bonsárdot is elégetünk, amit találtunk. És akkor most mehetünk. Hát szerintem ide. Ja, nem kell átfutnunk ott a hülye madarakon. Na és akkor nézzük, hogy mi történt ezzel az egykori dicső légióval. Kibaszott menő boss fight lesz, még ha nagyon sokszor meghalok benne, akkor is. Itt mennek ugye a Dark Wraith-ek. Ott jönnek ezek a mukik. Aztán mindjárt elkezdik itt egymást ütni, csapni. Majdnem átvert. Ugye ezek a mukik a... Ember. Tehát ezek a mukik ugye volt Abyss Watcherek, a Dark Wraith-ek pedig, akiket az Abyss Watcherek gyilkoltak. Ugye a sötétségnek az Abyssnak a katonái lényegében. Jó. Nem tudom, van-e még itt bármi item, amit föl tudnék evenni. Vagy-e már nincsen. Még ott a másik oldalra mindjárt átnézünk. Itt szépen megölik ezek egymást. Nem kellek hozzá még én is. Na gyere! Gru, Rothschild. Megnézem még gyorsan ezt az oldalt. Rengeteg kardjelölőit. Itt az a visszacsereknek ezt a nagy tömegsírját. Ó, megkaptuk a Dark Armort, nagyon jó. Gyorsabban elintéztük, mint ahogy... Nagyon jó, hogy nekem nem kellett harcolni, és... De gondolom csak a melvértet kaptuk belőle. Dark Armor. Na mindegy, de ezeket itt lehet farmolni már, és akkor a Dark Armort ki lehet húzni belőle. Miért nem? Na mindegy, akkor összeszedtünk itt mindent. Megy már bent ez a hatalmas nagy karcsattogás. És akkor lépjünk be az Abyss Watchereknek a tömeg sírjába. Lesz itt egy szerintem borzasztó jó cinematik. Ahogy ugye az Abyss Watchereket is megfertőzte már sajnos az Abyss maga. És ugye az ő feladatok az az, hogy kiírtsák az Abyss-t úgy, hogy lényegében egymást írtják most már. És ez a kalap, ez a ruha, ez a kibaszott jól néz ki. Ruhájukon már így kúszik föl lényegében az Abyss. És akkor menjünk bele ebbe a csodás boss fightbe.
Az, a fightba az a legjobb, hogy egy idő után ugye elkezdenek... Azik! Azik! Jött ilyen is. És hogyha szerencsénk van, akkor ezek elkezdik egymást ütni. Nem csak minket. De ezek most megettek reggelire, úgyhogy... Egy fél másodpercet hagy kérjek. Annyit szeretnék megnézni, hogy az Abyss vacsora ellen valamit föl tudnánk-e kenni. Hát, Poison Toxicra Immun Resistja van, Dark Lab Breed, Bleed Resistance. Hát a Lightning az egyetlen, amire... Nem tudom, hogy nekünk van-e ilyen... Én úgy egy tüzet megpróbálok. Ó! Oh. Tegyünk csak ilyetbe. Csoltam nagyon korán. Az igen, fiú. Az igen. Egy másodpercet nem voltam benne teremben. Most itt leszünk egy ideig. Egy óra be tudtuk járni ezt a hülye terepet. Ugye most egy órát fogunk boss fightozni ennek örömére szerintem, mert gyorsan át tudtunk menni egy viszonylag szenvedtetős pályán. Ez egy olyan büntetés, amit vállalnom kell azért, mert egyszer ügyes voltam. Lightningre még mennyire érzékeny az? Nem ezt akartam. Bázd meg! Pedig most ütötték egymást is. Jó, ez a lightning, ez jó. Vagy nem mindegy azért. Az volt a para, hogy utána elfelejtettem visszaváltani a flaskra. Ó, meg lesz ez a boss fight, meg lesz. Már majdnem meg volt. Jaj! Kütös kecske! Az anyádat, hogy nem szégyelled magad. Hagyd már abba! Na jó, nagyon-nagyon szét vagyunk szórva. Szedjük össze magunkat. Jaj, kenyók ezek azért, hogy ilyen hirtelen támadnak föl.
egy darab ilyen gold pályán rezin nem maradt, úgyhogy... Maradsz a seggeden, nem kell, gyere. Fasza lenne, hogyha itt a kapuba amúgy be tudnánk jutni. Hát. Jó, az most jó volt, mert az egyiket be is daráltam. De szerintem oldalval fog baszni egy másik. Isten. Ha? Jó, jó. Most egymással foglalkoznak, mert van köztük egy piros szemű. Baszd meg! Úristenem! Ez mekkora egy szemét rohadt mocskos volt. Hát nem hagyott megbozdulni, nem hagyott dodzsolni, semmit nem tudtam csinálni. Bassza meg, rá kellett volna köpni egyet a két szeme közé, és elfeküdt volna. Ó, anyám! Több is azért szenvedtem, meg rideltem, mert nem tudtam dodzsolni, semmit csinálni. Úgy rám target lockolt, hogy... A kecskék most meg fognak itt gyalázni. Hegbe vernek. Tiszta káosz ez az egész boss fight. Ezt számolni, hogy ki, melyik, mikor, honnan kell föl. De egyszer meg lesz ez, még nem vagyok ideges. Beszedtek ide a szendvicsüket. No, picit szedjék azt a piros szemüt. Kicsit rájuk hagyom én ezt a bulit. Ne! Bazd meg! Ilyen nincs a földön. Le se szarják, hogy én ott vagyok, ezek kilkolják egymást lefele. Azt nem tudom, hogyha behúzunk mondjuk magunkba egy embert. Azt nem mágyat el. Akkor egyrészt azt tudom, hogy HP-ból több lesz, de talán még a damage-ünk is egy picit nagyobb lesz. Nem biztos, de mindegy, ez, hogy ne két ütések legyünk, azért most magunkba toltunk egyet.
excited. Ezt is. Ezek miért nem ütik egymást? Hol a harmadik hülye haverotok? Beszéljetek már vele. Ez meg volt. Jó, azokat ütik egymást, és csak ketten vagyunk. Szendvicsbe raknak, megőrülök. Miért nem üt ez a szerencsétlen karakterem? Fáj neki valahol? Mi van? Ezt úgy nem akar inni. Igen, nincs a földön. Ott a piros, ott a piros. Őjétek meg magatokat nélkül, nem létsz. Nem az volt. Most, hogy levágtuk. Tömegsírban az összes Abyss Watchernek ez a farkas vérével átitatott lelke. Az olyan szerencsétleneknek, mint nekünk, hogy ilyen 5-6-szor neki kell futni ennek a bossnak. Nekünk kedvez, és nekünk akar jót azzal, hogy ad egy második fázist, ahol az összes lélek ugye összetömörül egy darab Abyss Watcherbe, a Lord of Cinder-es Abyss Watcherbe. Amikor minden lelke egy testben van. Megperzselve a fegyverével, megperzselve a ruháját. Kapunk egy Phase 2-t még, hál' Isten. Jól tudom, itt már nem fog... több jönni. Már csak ő van. Elég itt nekem. Kaptál el, te? Szutyok? Bazd meg! Jó, ezt a Phase 1-et kell igazából túlélni. Kettőben legalább csak egyezünk. Így is elég, hogy lángol a kardja meg mindene. Phase 1-ben valahogy nagyon-nagyon gyorsan le kell darálni azt az elsőt, jöjjenek a többiek, aztán agrózzanak rá. Szóval nem akartam itt lenni ennyi időt. Jó.
jó volt, mert a többiek a pirosra mentek, és pont a fő jött rám. Ez is valamennyire szerintem ilyen szerencsefaktoros. Isten fasza! Hadd jöjjek már én is egy picit! Át a faszomat! Öcsön szúrt a szarját! Tömocsaték! Spameli! Spameli! Szakadjon ketté a lelke! Mi van akkor? Az van akkor, hogy nem bír el minket a karakter. Mennyire tudjuk ezzel fogni a tüzet vajon? Vagy hát a kardokat, mennyire lehet ezzel felfogni, kipróbáljuk. Nem tudok egyszerűen olyan gyorsan dodzsolni. Jó, ez hülye kecskés is meg fog verni. Hagyjál már békén! Oké. Jó. Staminára figyelni kell azért, de... Ez annyira nem jött. Még mindig nyugodt vagyok. Nem tudom, mibe bugzódok itt benne. Elfelejtettem most, hogy az első fázisból ketten, vagy többen vannak, nem csak az az egy. Ez így nem jó. Stamina nélkül nem jól beleállunk. Ott a piros. Bazd már meg! Jó, úgy kell viszont a másik gyűrű. Vagy gyűrűnek másik pajzs. Nem tudom ezt a pajzsot használni, nincs... Annyi staminám nincs, hogy az egészet le... Leszedjük.
tudom, hanyadik próbálkozásunk ez. Hát pedig nem nehéz ez a boss fight, csak valahogy nem akar összejönni. De látjátok, hogy mindig ilyen kibaszott kis centiméterek lógnak az életéből. Voice damage-ünk is van rá szépen. Vagy hát, na. Tudjuk szépen törögetni. Mindjárt jön a haver, segítenek a lelkemet is. Jaj, ne rám, gyere már te is. Jó, de valamilyen tax kell ide. Hogy ezt az elsőt bedarálni. Fél HP alá. Hogy jöjjön egyből a piros is. És akkor utána valahogy azzal el kell táncikálni. Meg egy picit itt írtják egymást. Sorit? Azt tisztelt. Hát, szendvicsbe is raktam. Patkányok. Jaj, te bocskosak ezek. Akartam kérni. Baszki. Hát nem lehet ennyire gyorsan figyelni rá. Nem lesz annyira rövid ez a rész. De megijedtem, hogy egy óra alatt megcsináljuk. Hihetetlen gyors amúgy. Nagyon-nagyon gyors, meg ez, hogy ez a második, az itt fél pályáról itt bebaszódik, így segítve. Megcsináljuk. Hát így alapból elhúzom már egy picit máshol ezt az egészet. Ha, erre a kupacra amúgy be tudjuk akasztani. Nem 100%-osan, de úgy azért... Itt a piros, jó. Jó, azok le vannak foglalva. Oké. Okay. Most nincs nálunk villám.
Bazd meg, rossz item volt nálam. Látjátok? Nem Blood of Abyss Watcher-t kaptunk, hanem Blood, vagy Soul of Abyss Watchers, hanem Soul of the Blood of the Wolf. Cinders of a Lord. Megkaptuk az Abyss Watchereknek a fejét, amit most már akkor vissza tudunk vinni. 18.000 lélek ezért a töménytelen szopásért. Azért ez nem túl sok. Jó, és akkor ott van előttünk ugye a katakombák, ahova nem fogok most lemenni, mert át kell nézni nagyon-nagyon sajnos, hogy vannak itt az NPC questek, mert azt tudom, hogy a katakombákban elég fontos lesz majd, úgyhogy tépézzünk is vissza. Menő ez a boss fight. Tetszett. Tetszett még annak ellenére, és neki mentünk most vagy 10-szer szerintem. Na. A fejet csarakjuk oda a helyére. Firekeeper sword semmiképp nem adjuk neki oda. Lépjünk szintet. Yes. Farewell, Ashen. Ezek pontosan annyiért lehet őket eladni amúgy? Azt nézem, igen, mert ezek ilyen... Jó. Mert akkor adogassuk el, akkor az gyorsabb így. Azt meghagyjuk. Túrancsunk még egy szintet. Okay. Farewell, Ash. Arra ennek adattunk mindent? Just one thing. Weapon, but should I date so? Jó, azt nem találtunk. Jó, azt találtunk, azt odaadtunk. Pecsiz megvolt. De ó, akkor megtaláltunk mindent. Megöltük az Abyss Watchereket. Úgyhogy sikerrel zártuk akkor ezt a mai részt. Azért fárasztó volt. Nagyon-nagyon koncentrálás volt, mert tényleg egy káosz ez a boss fight, de nem baj, mert azért viszonylag gyorsan be tudtuk hál' Isten fejezni. Ilyen egy ilyen 2 órára számoltam ezt a részt, hogy egy ilyen másfelet leszünk a dungeonbe, vagy picit talán, vagy a faronkibbe, egy ilyen másfél, egyes, három, negyedet, és akkor én mondjuk egy ilyen negyed órát szántam erre a bossra, hogy egy pár rám biztos lesz, nem lesz meg elsőre. Mert azért nem egyszerű, de menő, jól néz ki. Úgyhogy innen fogjuk, srácok, akkor folytatni. Tudom, hogy lehetne beszélni fönt a faszival, aki szintén Abyss Watcherból, csak ugye ott hagyta őket, meg a fejet is oda tudjuk rakni a helyére, meg a boss lelket, de én most tényleg nem merek egyik NPC-vel se beszélni, aki ilyen questezős.
mert nagyon-nagyon oda kell figyelni. Jól tudom, itt még nem tudok semmit elszúrni, de pont a következő területen lesznek majd ilyen nagyon bonyolult és ilyen számomra félig értetetlen részek. Leginkább majd Unreal-kal, akik ugye nincsenek már itt. I just dropped it now. What up? Arra, ja igen, ők itt Oldrichnek voltak ugye trónterménél. Úgyhogy ők továbbálltak, és akkor velük fogunk majd a következő részben találkozni. Na jó van, de akkor mára letoltunk akkor szintén kettő részt. Jön majd a Karthus katakombák, meg a Smoldering Lake. Szerintem azt egy részben fogom majd a kettő területet bejárni. Inkább is megpróbáljuk. Nem lesz egy egyszerű terület, de ott nagyon-nagyon sok jó itemet fogunk majd összeszedni, és onnan már egy köpésre leszünk a drágalátos fegyverünktől, a Washing Pole-tól, ami nagyon-nagyon reménykedem, hogy jó fegyver lesz. Bár, hogy az úgy se rossz, de pont az a kis hosszabbítás még kéne rá. Na úgyhogy nagyon szépen köszönöm srácoknak, mindenkinek a figyelmet. Remélem, hogy jó lesz most már így a streamnek is a videója, mert most írogatott itt néhány képkocka kimaradt itt a stream alatt, de nagyon-nagyon remélem, hogy ez nem befolyásolta nagyon a minőségét. Holnap délután mindenképp fogok egyet streamelni, de szerintem nem DS-t, hanem árkozni fogok, de majd még azt meglátjuk. Majd körbeérdeklődök a csapat többi részénél, hogy ki az, aki ráér, mert hogyha még mindenki dolgozik, akkor lehet, hogy DS-ezni fogunk. Ja, úgyhogy holnap találkozunk, meg majd beszélek Kumbival mondjuk, mert este én nem biztos, hogy rá fogok érni, de majd beszélek Kumbival, hogy este nyomjon egy Elden Ringet, hogy pörögjön az is. Úgyhogy nagyon szépen megköszönöm a mai figyelmet mindenkinek, sziasztok, jó éjszakát!